A kaloda összeállítása. A Wertpal általános rétegében is a mintadeszkázat felállítása az első lépés. A már az első sornál megfigyelt módon történik az összeállítás most is. A lábbal leterhelt vízszintes járórudakra felhelyezzük a mintazsaluzatot, beleállítjuk a függőleges pálcákat, végül pedig a fából készült összekötő járórudakat helyezzük el, melyek a távtartásról fognak gondoskodni. Végül a kaloda végein ezúttal is elhelyezzük a fenéklemezeket. Neki kéne ütközni a pallónak, tehát azért kell ezt beütni. Azért jó, hogy ha az egészen kifele vissza, azt ott kimehet a helyére, ott emeljék meg. És oda jön a kaloda tömítése. Ide be lehet rakni a következőt. A kaloda réseit ezúttal is minden oldalon kitömítjük sárkötegekkel. Megvárjuk a másik babát. A sarkon minden irányból 5-10 cm-es átfedéssel kötjük a babákat, amelyre megerősítésül egy deszkadarabot is lenyomkodunk. Szükséges. Lehet faragás miatt. A kötegeket minden oldalon és sarkon elhelyezzük, ügyelve az átkötésekre, és hogy jól le is nyomkodjuk őket, így gondoskodva nem csak a tömítésről, hanem a zsalu pozíciójának megfelelő fixálásáról is. És akkor elvileg mi következik? Belsőbe. A terítés, a szalma. A szalma, kevés szalma, ágat két. A zsalu első rétege. Tehát a következőbe. Tehát ezt a sarkot kell föl. A földterítés megkezdése előtt ezúttal is szalmát terítünk szét a kaloda alján, melyre az általános sornak ebben az alsó rétegében a fal teljes hosszában vesszőket is elhelyezünk. Az újnyi vastag vesszőket egymástól 5-10 cm-re helyezzük el, a sarkon egymással átfedésben. Ezután kezdünk hozzá a föld terítéséhez, amely során a földet lapátolók munkáját a földet terítő személy irányítja, gondoskodva az egyenletes eloszlásról és a göröngyök széttöréséről. Ezután a réteg letaposásával elérjük azt a 15 cm-es réteget, amelyet majd le kell döngölnünk. A döngölés a korábban bemutatottaknak megfelelően folyik, sorban haladva egymás után, többször alaposan megdöngölve minden részét a falnak. A kaloda második rétege. Még dolgozik az utolsó döngölő az előző rétegen, mikor már szalmát kezdünk teríteni az új réteg számára, majd elkezdjük a földet is gondosan elosztani a szalmaterítés tetején. A föld eloszlatása és első letaposása után ismét a döngölésé a főszerep. A 15 cm-esre töltött réteget ismét kétharmadnyira igyekszünk tömöríteni, ügyelve, hogy a széleket és az összekötő fák által részben rejtett részeket is alaposan megdöngöljük. Utóbbiról többek között a fák döngölővel történő arrébb ütögetésével gondoskodhatunk.
kialakítva. Semmi háttérinfót nem tudtam. Kérdezi nyugodtan, én is rendszeresen a Facebookról tájékozódok. A kaloda harmadik rétege. A harmadik réteg előkészítése ismét a szalmaterítésével folytatódik, mely a hosszan futó repedések elkerülése érdekében a megfelelő szerkezeti elválasztásról gondoskodik. Azon a részen, ahol a terítés már megtörtént, következhet a földszórás, míg a terítés előtti részen még be kell fejeződni az előző réteg döngölésének. A végig gondolom nem is kell olyan annyira azért megrasztodni, nem? A legszély legvégét. Vagy teljesen mindegy. Ez már nem múlik. Hasonlóképpen még zajlik a réteg letaposása és a földterítés, mikor az első döngölők már elkezdenek dolgozni, hogy összetömörítsék a kaloda falai fölé töltött földet, ezzel befejezve ezt a réteget, és egyben az összesen 30 cm magas harmadik emelést is. A döngölés javasolt módját Friedrich István mutatja be ismét. Figyeljük meg, hogyan emeli és ejti célra a döngölőt a hatékonyabb munkavégzés érdekében. A zsaluzat bontása. A felső fa összekötők és a függőleges pálcák eltávolítása után a zsaluzat deszkáinak bontása következik az összeállítás technikai sorrendjének megfelelően. A pallókat mindig a saroktól a végek felé nyújtjuk ki, és úgy kezdjük eltávolítani a falsíktól. Még teljesen, és most mehet le. Jó, kijöhet belőle a tévas, és azt is egy kicsit le kéne kaparni. A következő emelés elkezdés előtt már csak a vízszintes vasak kihúzása maradt hátra. Ismételten fontos lesz majd szalmaterítéssel és a vesszők elhelyezésével kezdeni az új emelést is. Mivel a falunkat eleve faragással terveztük a fal mindkét oldalán, 2-3 cm-nyi pontosságot elegendő volt tartanunk a sorok között. Végeredmény. A sorozat következő videójában bemutatjuk majd a falfelületek, valamint a falvégek levágását. Noha a paraszti gyakorlatban a vert falat elkészülte után nem sokkal egyből tapasztották is, mérnöki szemléletű megoldásunkban a kellő tömörítettség hiányában a falvégeken eleve 40 cm, a felületeken pedig 2-3 cm vágással terveztünk.